Úristen, kezdődik. Kezdődik, srácok, ez már az. Streamerek kaptak kódokat a játékhoz? Lehet, hogy kaptak. Én megvettem. Lehet, hogy kaphattam volna. Nem tudom. Nekem ez előlet rendelve. Aki nem tud bejutni, érdemes újraindítani a Battle.net kliensét. Megnyitod a streamemet, akkor megzabálja a az a helyzet, ez azért van Spy Ghost, mert éppen bányászom a bitcoint, hogyha megnyitod a streamemet. Ó! Oh. De jó! Tök jó ez a színvak dolog. Text to speech is van benne. Ez tök király. Hát miért a saját gépemben bányásszam a bitcoint, amikor a tiéteken is lehet? Vizes nincs, Kovács, ne viccelődj. Hát, ez annyira epikus, hogy el is rejtem a kamerát. Megkaptuk, srácok, a cinematicot. A cinematic is remasterolt. Szia, Krappa! Szevasztok, srácok! Ez a cinematic szerintetek újra lett kreálva, vagy AI-jal lett upscale-elve, vagy hogy mondják ezt? So, Marius, at last I find you. Upscale-elték? Nagyon szeretik a dolgok upscale-elését. Ez egy upscale. Aha. Köszi szépen, Szergej, a százas sírt. Ez már az. Ez már az, mosolygós fej. Köszi, kettős kereszt, Diablo 2 hype. Oh, forgive me, dearie. Wasn't my fault. Not your fault. Ha mondtad volna, hogy bitcoin bányászol a gépemen, komolyabb hardvert tolok alá. The Wanderer. Yes, it was. Nagyon tetszett már gyerekkoromban is mindig Máriusnak a mesélése, hogy így elmeséli a sztorit. My days at the Rogue Citadel seem so long ago. I sought refuge from my memories in the company of other outcasts. High in the mountains, past the eastern gate. Ott pipázgat. Hú, de halk. Lehet, hogy nagyon 7.1-es a hangja a kocsmárosnak. Days at a time, for when I dreamt, the memories would return. Memories of the monastery, and the evil which had claimed it. Dreams, memories, I couldn't tell the difference anymore. Az olyan, mint hogyha a rímát volna. How had he found me here? How could this broken shell of a man, barely able to carry the weight of his own sword, be the burning
terror, which drove me to hide here. Ujjjjj! Démon idéző! To have demons of his own, he struggled to contain. He was losing. Szólni kéne a papnak. Hú, ezek a lények ilyen durván néztek ki. Már nem is emlékeztem. As I watched, I became convinced that I was truly bad. The terror, the destruction, the evil I witnessed. How else could I explain them? Were these the demons from my dream, or were they Jesus. Born within the world? Nagyon durva. Kevésbé volt részletes az ő textúrák, és... Ja, hát ezt most így durva látni, én nem is emlékeztem, hogy itt voltak ilyen szörnyek. A csontikra emlékeztem, hogy itt ilyen szörnyek lettek volna, és azokra nagyon nem. Túl sokat pipázott. Most már le fog állni a droggal. Marius, mi ez? Ilyen lazán kísérlet. Why do things happen as they do? Ah, persze, régen is jól nézett ki. Amit most látunk, az olyan, mint az emlékeinkben. Tehát az emlékeinkben így él ez a cinematic egyébként. Ha most elővennénk a régi Diablót és azt néznénk meg, hát nem az van az emlékeinkben, hanem ez, amit itt most látunk. Az emlékeinkben minden sokkal szebb. És ez az. Fú, az menő volt. Oké. Oké. Na, itt azt írják, hogy vannak online karakterek, amik csak online módba érsz el internet kapcsolattal, de tudsz offline is játszani, szóval ha nincs internet kapcsolatod, akkor is működik a Diablo, akkor is tudsz játszani a karaktereiddel. Ha minden igaz, akkor az online karaktereidet le tudod menteni, hogy offline legyen, viszont akkor nem tudsz már online játszani velük. Tehát, hogy online-ból offline-ba tudsz menteni, ha minden igaz, offline-ból online-ban pedig nem. Subscriber arrives. It fills you with determination. Okay. Tudunk törölni. Expanziós konvertáció. Na. Szevasz, Mapko. A belső AI minden emléket megszépít. Így van, Casualvix. Cross progression, ez azt jelenti, hogy konzolosokkal is tudtok együtt játszani. Wow, nagyon-nagyon szépen köszönöm közben a támogatásaitokat. Neked is, Szergej, a 100-as sírt, illetve Spygos, köszi szépen, hogy a Prime-odat te is rám használtad el. Illetve Vix, neked is nagyon-nagyon szépen köszönöm a Tier 1-es feliratkozást.
Nekem se indul el, a menüig enged. Nem tudom, srácok. Vertikális szinkronizáció. Nem kell itt pedig mindent maxra felveszünk. Hopp, hopp. Jó. Valószínűleg amúgy minden maxon van, de azért megnézzük. Very high. Oh, ott, na, ott van egy ultra. Szerintem ez a dinamikus resolution scaling nem kell nekünk. Ez akkor jó, hogyha framerate-et akarunk. A 9 és 3/4 vágányok hipevonat érkezik a vágány mellett, kérjük vigyázzanak. Yeah. Igen, a menü az 30 FPS-es, legalábbis ez a logó, ez 30 FPS-es. De az a tűz az ott nem. Ja, mondjuk azt pont nem is látjátok. De az a tűz az ott nem 30 FPS. ezre nézik a Diablót most, hoppácska. Köszi szépen amúgy, Déva, a 100-as sírt. Ja, csak cross progress, ja, igen, bocsánat, tehát hogy crossplay? Crossplay nincs, csak cross progression. Aha, tehát akkor bárhonnan tudod játszani a karaktere, bárhonnan tudsz játszani a karaktere, de akkor crossplay az nincs, bocsánat, hülyeséget mondtam. Jó, ez a legacy tudsz minket, nem érdekel? Öplájolunk. Jó, és ezek meg szintén nem érdekelnek minket. Majd megnézzük egyébként azt is, hogy milyen kontrollerrel játszani, mert PC-n is tudunk, hogyha mindig az kontrollerrel játszani. Köszi szépen amúgy, hogy beindítottad itt a hyphonatot, Dave. Na, druida? Hardcore druida, mit szóltok? És nincsen létra, nincsen ladder. Ő lesz Lajos, kigondolta volna. Na, hadd szóljon. Át lehet váltani a legacy nézetre. A hardcore az, hogyha meghalsz, akkor vége, így van. Igen, van ilyen nosztalgia gomb. Éppen kreálja a játékot. Olyan érzésem van, mint egy Wolf Kieg láncskor. Azért ezek a cégek nagyon értik, hogy a 20 évvel ezelőtti gyerekeknek most már van pénze, és nekik kell visszahozni játékokat. Bétában te is druidát csináltál? Én nem tudtam, hogy mit kezdjek, de... Könnyen eldöntöttem. Hajjaj, hajjaj. Miért HC? Egy izgalmasabb, nem skacok? Nem tudom, a Warcraft 3 remake-kel nekem nem volt bajom. Én, mint első élményem a Warcraft 3-mal, nekem tök jó volt. Nekem tök jó volt a remake. Néha azért majd átváltott a képet a régére? Néha át fogom váltani, de alapjáraton ezzel az új grafikával fogjuk végignyomni. A
Players 8 parancs? Nem. Az micsoda az a Players 8 parancs? Egyelőre másor is ezt adja ki? Akkor jó. Igen, a Creating Game-re várunk. Lealtak a szerverek, ez igazából nem is volt meglepő. Blizzardról beszélünk. A Blizzard szeret sajtópletykát csinálni a játékai láncsából. Szóval igazából semmi új dolog. A Players parancs offline karaktereknél továbbra is elérhető lesz, azt ígérték. Olyan, mintha 8-an lennétek és sokkal gyorsabban fejlődsz. Jobb loot, viszont minden enemy 8-szor erősebb, aha. Offline-ba lesznek el ladder cuccok? Ezt nem vágom. Offline nem kell ennyit várni járni. Viszont több szempontból is okkal csináltam HC karaktert, majd megértitek. Nem akarom már offline nyomni? Nem akarom offline nyomni. Megröccentek a szerverek? Még el se kezdődött, de már lehalt. Srácok, még fél óráig nézegethetjük, ahogy a játék kreálás lesz. Van valami extrája a HC karakternek? Igen, ha meghal, akkor csináltok egy újabb karaktert. Igen, a ladder az gyakorlatilag olyan, mint a Diablo 3-ba a szezon. A Battlenet Launcher is fagyogat. Hát ez meglepő. Ez azért meglepő. Azért, na mindegy. Nem gondolnám, hogy olyan nagy hype lenne itt a Diablo 2 körül, mint esetleg egy kód vagy egy WoW esetén. Ott órákra lehalt a launcher. Milyen előnyei vannak most az online-nak, hogy ragaszkodok hozzá, ezt ne vágok? Másokkal tudok együtt játszani. Vajon miért? Azt hiszem, most kapkodnak a srácok, hogy átcsoportosítsanak erőforrásokat. A Blizzard nem egy játékot indított el, nem egy kiegészítőt indított el a WoW-ba. Szóval... ez nem váratlan dolog, hogy nem működnek a szerverek. A legnagyobb sikere a Diablo 2 a cégnek? Lehet, hogy anno nagy sikere volt ez a Resurrected, viszont ha eddig nem vonzotta be, ha a Diablo 2 eddig nem vonzotta be az embereket, ezután se fogja. Mert hogy ez max azért megy most nagyot, mert most megjelent, és azoknak a körébe fog még nagyot menni, akik még sose diablóztak, de a mechanikák miatt nem casual barát, szóval max végigjátszák egyszer az újak, de hogy ez még mindig csak egy remaster. Szóval ez még mindig csak egy remaster. Egy hónap múlva tudjátok, hogy hol lesz.
Igen, igen, igen. Sokan nem Diablo 2-ztek és rácupanhatnak, de... Azok az emberek valószínűleg már rácupantak a poéra. Bocsánat, hogy itt illúziókat rontok meg ilyenek közben. Diablokat lehet couchcópozni? Egyetem után most lenne idő ilyesmire. Nem tudom, hogy van-e osztott képernyő például. Nincsen osztott képernyő, és a LAN-t is kivették. Nem lehet LAN-ba játszani offline? Komolyan, Karaz. Ne szívas. Diablo 2 Resurrected-et nem lehet LAN-ba csapatni? Biztos? Majdnem fél óra telt el, azt semmi. Ja, hát igazából mit tudom én, várunk 3/4-ig, azt hogyha továbbra se akar beengedni, akkor játszok offline. Nincs mese. Egy milliómos cégnek biztos nehéz startra kibérelni néhány extra szervert, ezt sose tudtam feldolgozni. Ez direkt csinálja a Blizzard, srácok. Hát, figyelj! Amúgy, Martin, valóban igazad van azzal a kapcsolatban, hogy a 2000-es években a Blizzard játékok azok iszonyatosan nagyot mentek, mármint, hogy mi még 2010 előtt, talán még a Diablo 3 is talán oda tartozik, de az már éppen, hogy kilóg ebből a csoportból. De szerintem azokat az embereket már nem tudják úgy megszólítani, meg már nincsenek is annyian, meg már nem is gémelnek. Mármint, hogy nem mindenki, de a nagy részük. Szóval, hogy... Ja. Ezzel is nő a hype, hogy itt várunk. És... Közös várakozás. Ez mindig jó. Hát igen, ezt a játékot nem a Diablo 2 eredeti csapata dolgozta újra. Mondjuk nem tudom, hogy ezt is külső cég csinálja, mint a mobilos verziót. Ezt nem vágom. Lehet kirúgtad a netkábelt? Azt mondod? Külsős? Aha. Azért vettél ki Szabit, hogy várjál? Na hát akkor már megértem. Az amúgy igaz, srácok, most így nincs meg hirtelen, hogy lehet az 1000 éves mentéseinkkel is játszani a Resurrected-be, amiket még flopin tároltunk. Druidának mi az erőssége? Hát alakot tud váltani, tud segítő állatokat idézni, és tud varázsolni különféle természeti dolgokat. A régi mentések mennek. Na, az nagyon szuper. Hát igen, ez is egy hatalmas nosztalgia faktor, hogy játszhatsz az 1000 éves karaktereiddel.
Hozom is a floppy meghajtót. Ennyi. A Vicarious Visions vitte az egész projektet, remélem a Blizzard csak a licenszet adta. Cepre, köszi szépen a 29 hónapot, és Vasó, neked nagyon-nagyon szépen köszönöm a 100-as lóhelyre és csírt. Hát, nekem már nincsenek meg sajnos a mentéseim. Pedig megvoltak flopin valahol. Akkor most egy streamernél sem egy, nem tudom. Nem tudom, skacok, hogy a többieknél mi újság. Én minden esetre online próbálok... Online-ba próbálok menni, aztán mondom, hogyha nagyon nem megy, akkor meg offline-ba játszunk. Sima Diablo 2-ben mennyit játszottam? Több száz órát. Reggel 8 óta nyitottak a szerverek, tehát nem értem, miért nem talál. Reggel 8 óta, de hát még csak most lehet játszani 5 órától. CD-re átmentettem minden karaktert. Lehet azt se találnám meg ugyanúgy, ahogy a flopit se. Köszi szépen a módszertre. Szerintem az amerikai időre gondol a költő a 8 óra alatt. Ja, az lehet. De az, tehát hivatalosan 29 perce mennek a szerverek, azaz 29 perce nem mennek a szerverek. Jó, hát most mondhatjátok, hogy XY streamer már a második aktot nyomja meg ilyenek. Én is játszhatnék a régi mentésemmel. Akt 5-ön. Azt mutogathatnám, hogy milyen csili-vili cuccai vannak. Téged beengedett, Topi arcos? Mázista vagy, én itt várok már 20 perce. Pont most engedett be. Hát nálam nem történik semmi, skacok. De akkor a következő error üzenetnél újraindítom a játékot, mint szóltak. Hátha az megoldja itt a problémákat. Na, Xidit se engedte még be. Pont úgy indul, mint egy WoW. Igen, az a helyzet, hogy a Blizzard a WoW-val összeszedte már magát, tehát a WoW láncsokkal már nincsen gond. Nem mertem én, de én is megpróbáltam volna. Ja, a játék újraindítást? Ha így se enged be, akkor még Battle.net-et is resizünk. Hát mondom, 45-ig várunk max ezzel az online szórakozással, aztán offline-ba vagyunk. Kiábrándító. Na most újra fogom indítani a launchert. Battle.net. CRT monitor előtt kiégett a szemem, mert nem nagyon pislogtam gyerekkoromban.
hátradőlünk. Ha valakit esetleg beenged online a játék, nyugodtan szóljon. Igen, hallgathatjátok legalább a menüzenét. Harriedet most engedte be a játék, mi a mázlista. Engem nem szeretnek. Szia Sam, szevasztok. Szerusz Samuel. Samuel. Pedig azt hittem, hogy téged beengedett, kakasos. Én őszintén kíváncsi leszek, vajon erre is igaz-e a minden csoda közmondás? Ja, hogy 3 napig tart? Hát én elmondtam a véleményem ezzel kapcsolatban. Miért nem játszik velünk Azmo? Mert elváltak az útjaink. Ennyi. Na, a Dextit is beengedte az online. Lehet, hogy rosszul nyomkodom a play gombot. Ez már a 3. macskátok, kakasos. Ezek szerint. A lombira mész, meglévő gémekhez tudsz csatlakozni, csak már rakt egy végére járnak. De én nem akarok meglévő lombikhoz csatlakozni. Túl erősen nyomom. Aha. Akkor gyengéden fogom Minecraft-ra. Megnézzük ezt a lombit is mindjárt, skacok. Lágyan, gyengéden kell nyomni a play gombot, azt mondja a Krappa. Meg kell várni a csillanást, Damien. Szia haza! Hát engem se akar. Sajnos nem akar beengedni. Az helyzet már, nem is tudom. Lassan fél órája. Próbálkozom. Jó? Jó. Na, tehát akkor csak csinálni kell egy játékot. Asd. Meg odaírunk be, ja, az egy join. Akkor próbáljunk kreálni. Aha. Jó, és akkor normálon megyünk. Nagyon jó. Úgy, így. Ilyen már van. Hát akkor beírunk oda még mást. Na, nézzük. Fogaskerék a player at server change. Na, megnézzük majd azt is, srácok. Az a helyzet, hogy vannak akiket beenged egyébként az online. Írták már a chaten, hogy nekik sikerült bejutniuk. És ezt próbálod most, Xidin? Hát... reméljük összejön. Jó, amúgy... nem... Tehát a grafikai... változtatáson kívül nem csak grafika... Tehát nem csak a grafikában... Azt nézzétek, megcsinálta amúgy a lobbit. De nem engedett be. Tehát, hogy kaptunk például shared test is. Na, nézzük. Ha, ez nem az, nem az. Ugas kerék a play alatt. Ez pedig így jó.
azt írják arra ez, hogy az EU szerverek egy fél órán belül helyreállnak. Igen, legjobban a kezelőfelületi dolgok érdekelnek bennem, meg hát a stash dolog. Ja. Hát, még egy plét megpróbálunk, aztán megyünk offline-ba. Danát most engedte be. Na hát szerencsés. Bár az a helyzet, hogy ha leírjátok, hogy kit, mikor engedett be, az csak jó neki. De én nem tudok bekerülni online. Nekem lobbin keresztül ment, azért írtam. Jó, de a lobby az nem jó, mert hogy küldetések, tehát hogy nekem nem az a cél, hogy online-ba bekerüljek, hanem az a cél, hogy online tudjak játszani, küldizgetni az elejétől, és ne egy olyan lobbyba kerüljek be, ahol már leütötték a mobokat, tehát annak nem sok értelme van. De most megnéztem neked amúgy Janó, tehát hogy megnéztem neked, Dana egy lobbyba ment be. Dana egy lobbyba ment be, nagyon izgalmas lehet, hogy nincs semmilyen mob a pályán, mert hogy már mindent lecsaptak. Hát, hogy... Igen. A címért nem általános seveg, és lehetne az is. Na jól van. De fura haja van ennek az assassinnak. Az a helyzet, hogyha most elkezdünk offline egy druidát, akkor online nem fogunk druidát csinálni. Mit szóltok egy jó paladinhoz? Vagy egy amazonhoz? Hát nem is tudom. Mindegyik olyan menő egyébként. Sorcit kell próbálni. Szerintem a sorci néz ki a legjobban innen. Hát a fene se tudja. Paladin. Szóltak. A paladinom mindig szörcsel. Olyan fura lett amúgy az assassinnak az arca. Well met, noble. I am Akara. I am Akara. Van gomb, van valami gomb, amivel be lehet zoomolni, nem? El is felejtettem már, hogy mi az. Ah, ez az F. Hát ez nagyon durva. Van quest logunk, és az a feladatunk most, hogy kimenjünk. Paladinnak van haja, látjátok. Ha majd megjavul az offline, akkor átmegyünk. Mit szóltak? Annyira jól néznek ki ezek a fallenek. Ezeket már néztük egyébként.
ezeket néztük egyébként már a béta alatt. Ilyen volt, ilyen lesz, meglássuk, lesek. Amúgy tényleg kopasznak tűnik. Paladin. A lépéshangok is kikerültek például. Nincsen lépéshang. Lehet csatlakozni bárki, csak nyugodtan. Nekem ez a béta alatt nagyon szembetűnő volt, hogy nincsen lépéshang. Ding ding. Az XP Stein, most mindenkit nagyon kell csapni. Mi a game-nek a neve? Hát ez sajnos offline az a. A Blizzard szerók nagyjából 20 perc múlva indulnak újra, az EU szerók. Nem mondok, addig se izét nézzük. Creating game részt. Milyen lenne könnyebb egér billentyűzet vagy kontrollál? Szerintem megszokás kérdése. Nekem nagyon fura volt látni egyébként a Diablo-t kontrolleres kiosztás alatt. Például az enemy HP-ja az nem ott középen van, hanem konkrétan az enemy fölött. A new subscriber arrives. It fills you with determination. Mondhatni mókás, szia, szia. Nagyon szépen köszönöm Social Bandit a támogatásodat. Itt már a hivatalosan és a feliratkozott vadászok között. Regjenek srácok a szvegek. Sőt, az Icy Veins a bildekkel? Ó, köszi az infót. CD. A new subscriber arrives. Kaskó, neked is nagyon szépen a támogatásodat. Látszok, peregjenek azok a bizonyos szvegek. Neki mélyetek a csatat. Hol lesz ez a barlang? Na, megvan. Evil dwells within this cave. HP regenerálás. Fire damage csökkentés. Aha. Might. Na és combat skill. Smite. Stunolni tudunk. Ezt a might-ot kirakjuk. Szépen kapják. Mi leszel a nagy leszel? Az a helyzet, hogy ötletem sincs. Csak megyek előre. Aztán majd mérges leszek, hogy nem néztem gyedet. Bosszoknál.
Ja, egyszer tudok respeccelni, de hát azt nem fogom elkölteni. Akaránál lehet, azt mondtátok a beat alatt. Én nem nagyon paladinoztam. Ámint, hogy paladinoztam, de a legtöbbet nekróval nyomtam, de azt most nem akarok. Úgyhogy majd... majd druidázni fogok online. Igen, igen, változatos lesz az mindenféleket. Az a helyzet, hogy ezekre a fallenekért már nem kapok szét, hogyha minden igaz. Amiket már egyszer megöltünk. Igen, még viszonylag az elején megkapom azt, hogy újra tudjam osztani a pontokat. Ami szívás, hogy nehézségenként csak egyszer van erre lehetőség. Állítani kéne, hogy kicsit halványabb legyen a térkép. Lehet olyat állítani, igaz? Nem a nehézséget, hanem az, hogy mennyire legyen átlátszó itt a térkép. A vízben tükröződnek itt a fallenek. Nos. Gameplay? Ez gameplaynek minősül? Automap. Aha, ez lesz az. Azt hiszem, hogy ez lesz az, ez az automap. Aha, ez az. I am overburdened. Most nem tudom, hogy lehet-e mozgatni a térképet. Ez jobb, ez kuka. Yes, yes, Aladdin. Szokettes izés jöhet. Hát erre kellett volna tartani inkább az id és scrollt. Kurzor birentjük kellett? Aha. Inkább egy új képességre kellett volna mennünk. Lehet-e PS-en nyomni a gépbillentyűzettel? Hát szerintem nem. Szerintem nem is kacok. Na meghalunk? Ha, szép sebzést kapott. Jó, nem sebez olyan sokat. Ha,
Ja, vannak átalakítók, de alapból szerintem nem támogatja. Ja, tényleg, igen, igen, azért egy FPS más átalakítóval játszani, mint ezt a Diablo, tényleg itt nem lesz egerentyűd. Jogos. Van még valahol egy szörny. Meggyőzöm sincs, hogy... Győzöm sincs, hogy hol van ez az utolsó szörny. Legalább itt volt egy ládikó. Nyomtam egy stamina potiont. Végtelenségig tudjunk szaladgálni. Ez a küldi sosem ment elsőre. A PC-n nem lehet kontrollerrel nyomni a Diablo 3-at, igaz? Másár, nagyon szépen köszönöm a 49 hónap támogatásodat, mint feliratkozott vadász és mint moderátor egyaránt. Na jó, srácok, hogyha látjátok, hogy ott van. My duty here is done. Épp azt akartam mondani, hogy ha látjátok, nyugodtan szóljatok. Vizuálsár. Lassan megvan az a tép? Bizony, még 11 hónap. Épp most olvasom, hogy leálltak a szerverek, és az online progress elveszett egy csomó embernél, még a karakter is. De a szinkron nem volt meg a Szerókkal, hihetetlen, hogy ennyi év után is ez megy. Szerusz el, Tomász! Jó sok pontunk volt. Na jöhet a Smite. Viszont... Ezt a Smite-ot ide kell raknunk. És akkor mindig váltogatnunk kell, hogy melyik legyen az aktív aura. Ez a Smite szerintem amúgy jó lesz. Most direkt nem visszafele futok, mert szerintem itt lesz nekünk egy waypoint. Köszi szépen a pergetéseket sáncokásának. Nézzétek egyébként milyen menő a waypoint is. Igen, 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 Tomás. You have cleansed it. Na. Teszünk még a Smite sebzésére. Greetings. Welcome, my rogue. Ja, tök rá. Blood Raven ölés lesz most majd. Ha esetleg elindulnának a... Ha ez szépen fogja zabálni a manát.
Szóval, hogyha esetleg elindulnának a szarok, srácok, nyugodtan szóljatok, és akkor átmegyünk online-ba. Eltört az övünk. Mana regenerálás nincs csak, hogyha auránk van rá, vagy hogyha itemünk van rá, igaz? Ezt ne is várjam, hogy az így visszatölti magát. Sokan vannak. Bisibos! Kapta Bisibos. Ez tök szívás, hogy nem lehet lamba játszani. You have returned. Olyik, nagyon szépen köszönöm a támogatást néked is, már a 46. hónapja. Látszok, nyugodtan pergessétek a szövegeket, mind a Sárnak, mind Olyiknak egyaránt. Sárga dagger. Csak helyet. Egy kék shield is. I can't carry anymore. Meg potionnak is. Szép napot, eddig stabil a játék. Offline-ban elég stabil. És amúgy valószínűleg jobb lenne. Oda teszünk manát. Van itt nagy potion is. Ez meg a staminát. Attack rating, meg fire damage, meg poisonous. 14-16. Hát... nyilván gyorsabb lesz, de nem tudom, hogy annyival gyorsabb, hogy megérje ezzel foglalkozni. Megnézzük. Megnézzük. Talán amúgy ez gyorsabb lesz, mint a balta. Hiába azt írja, hogy fast. Ez jó lesz így. Hazavisszük ezeket a cuccokat. El a pénz.
Hát sajnos amúgy az EU szerverek nem bírták. A strafát. Úgyhogy az EU szerverek sajnos lehaltak. Mikor itt csinálsz, akkor megjelenik a régi is. Ezt most nem értem. Ó, srácok, lett gyűrünk. Light Radius meg Attack Rating. A crash miatt nem lehet szólni. A druida egyébként már sokkal látványosabb lesz. Kecsik nagyon durván nyomják. Támadási sebességet ír-e valahol? Nem tudom, az attack rating az micsoda? Van támadási sebesség, de ez azt írja, hogy fast attack speed. És ugyanaz a... ugyanazon a... kis baltánnál, mint a késnél. Ezeket jól kell fájtolni. Nézzük csak meg, mi lesz, hogyha cserélünk? Ja, azt eladtam. Eladtam a normális... helyszémet sajnos. Lehet nem volt jó döntés ez a kis bicska. Ne fészeljük őket. Hát akkor kapcsolt ki, Chilin. Kapcsoljátok ki, srácok, hogyha zavar titeket az, hogy hova nézek. Nem kell nézni. Senki nem tart fegybert a... fejetekhez. Még csárvunk is lett. Fire damage. Akartam kérdezni tőletek, skacok, itt, hogyha offline-ban most kilépek, akkor menti a térképet, vagy egy új térkép generálódik? Mit tudtak erről? Új térkép, de offline? Tehát, hogy a kérdésem az offline-ra vonatkozott. Ez... fájdalmas volt. Mindig random. Offline-ban mindig random. Online-ban új térkép, offline-ban menti.
Ó, hát nem vagytok túl egyhangúak ezzel a dologgal kapcsolatban. Offline-ban mindig új térképet kapsz, ez világos, de én most offline, mint hogy online-ban mindig új térképet kapunk, ez világos. De offline-ban szerintem nem kéne. Ez annó úgy működött, hogy offline-ban mindig a régi térképet kaptad meg. Alatt játszottam csak offline, egyszer nem volt ugyanaz a térkép, aha. Köszi szépen a muták majd a 9. hónapot, itt újra itt köztünk. Eregjenek a szvegek, srácok. This holy place has been desecrated. Hát szerintem nem fogjuk tudni megölni Blood Raven-t. Javazon vagy bovazon, ó, az nem tudom micsoda. Javelinnál vagy így elmész? Ja. Hát én körrel megyek most. Nézzük! Ha? Ez fáj. Amelyiket bildeled? Halálban lehet ilyeneket csinálni? Én nem vágom. Igen, ez egy paladin. Nézzük, tudjuk-e ösztanolni. A manám elmegy, meg nem csinál semmit úgy, hogy... Ez jó. Ez jó. I am overburdened. Sisters, there is no other way. Végül is jó volt. Ez offline hardcore, ha minden igaz. Hitted, hogy Amazon vagyok? Nem. Ez Paladin. És lett egy ánorunk. Oh. Mivel lehaltak az EU szerverek, ezért nem tudhatna más verzió Steve. Fél órát váltunk az online-ra. Aztán azt mondtam, hogy nem várunk többet. Nem tudunk sehova semmit tenni. Defense, hát végül is megjavítjuk. Hi there, I'm Charcy, the blacksmith here in camp. Paladinnak BA alapú képessége és támadó és védekező aurái vannak. BA.
Ez a Holy Bolt, ezt szívesen kipróbálnám. Basic attack. Ó. Oh. Innen jól jön az XP. Meg itt nem voltam bétában, úgyhogy azért látogatunk el most ide. Hangulatosak ezek a kripták. Én majd online druidázni tervezek. Lesz még ma a Holy Bolt, csak az Undead ellensebb az? Lehet olvasni is kéne néha. A csonti az nem élő halott, de... Mi a game többe Path of Exile? Hát javaslom, ott olvasd el. Ez olyan, mint hogyha vékeznék, vagy áriláznék, aztán megkérdeznétek, hogy ez valami Fortnite-szerű játék. Nekem a Necro az örök kedvencem. Ez egy kicsit furán fénylik ott. De fénylő ládikó, úgyhogy meg kell néznünk. Bone Breaker. Extrán erős. Elhíláltam, pedig nem kellett volna. Ilyen nem van, csak ez sokkal jobb. És elfogyott az ID-scrollom. Na, hát ide vissza kell jönnünk. Megnézzük, srácok, ezt a Holy Boltot. Yes. Jó sokat ad az amulettér. Direkt nem akarom amúgy elítaltani, hogyha valaki kérdezni, hogy miért nem azt csinálom. Creating meg energy. Nem sikerült online-ba elindítani. Kain kiszabadítása a következő feladat. Jó,
Igen, az aura klikkel, simán itt is tudtál, de nem biztos, hogy az itt működik. Nincs. Nem lehet ide aurát rakni, hogyha erre gondoltál, személy. Azt nézem, hogy ezt a kriptát kitakarítottuk. Köszönjük, és köszi szépen, hogy a Prime-odat te is rám használtad el. El is felejtettem, hogy dobtunk ki kék cuccokat. Kilépünk, megnézzük, hogy van-e online már. Ez komoly. Micsoda? Azt mondja, nem voltam online az elmúlt 30 napban, indítsam el online, és akkor nézem meg, hogy be tudok-e lépni. Ujjjjj. A Resurrected miben másabb az alapnál? Főleg grafikai lap. Grafikailag lett tuningolva. De lett shared stash meg ilyenek. Újraindítom a launchert. Blizzardéknál csak úgy repül az időbél. Hát én nem emlékszem a ilyen itemekre. Vagy Stone of Jordan esette volna neki. Na nézzük, lehet-e már online játszani? Amikor írtátok azt, hogy fél óra. 36-kor írtátok, és azt mondták, hogy megcélozzák a 30 percet, a következő 30 percet. Úgy néz ki, hogy ez nem jött össze nekik sajnos. Az online az úgy működik, hogy a Blizzard szeroin vannak a karaktered. Tehát a Blizzard szeroin van a karaktered, és tudsz együtt játszani a másokkal. Ja, ennyi. Így van, csak az online, ha az online az, ami nem működik. Az offline az okés. Csak Millie-be lehetett megölni az Uber Diab. Na, én olyanokat nem csináltam még. Jó. Amúgy tényleg itt nem látok lehetőséget arra, hogy bármiféle lobbyt csináljunk offline-ba. Kéne már nekünk egy Káin nagyon. Yes. Undead-ek ellen nagyon jó. Na ez viszont very fast.
tesszük ide. Tizenkettes shield. Hát majd eltörik. Opecska, azt nem akartam megnyomni. Így leszünk. Megnézzük most ezt, skacok. Hát én Hell 3-as aktig jutottam el a játékba. Az volt így a max. Ott már érződött, hogy kéne valami bíjad, vagy bármiféle. Nem csak össze-vissza pakolgatni a dolgokat. Össze-vissza itemekkel. Amúgy itt van egyébként a kérdésre a válasz. Offline-ban menti a térképet. Látjátok? Offline-ban menti a térképet. Ugye akinek nem mentette offline-ba a térképet, az nem tudom mit csinált. Nem csak néhány percig vagy óra? Én úgy tudom, hogy örökre mentünk. Bizonyos idő után? Komolyan. Régebben örökre mentette. És multis indításnál rezetelte, csak nekem ez van az emlékeimben. De ezt nem tudom egyébként, hogy bizonyos idő után rezetál. Death Energy. Elég komoly ez a képesség. Nekem hogy indultál? A Battle.net launcherben. Egyébként sajnos az EU szerverek halottak jelenleg, ha bárki is online akar lejátszani. Damage the Hunter's Bow. Egy barlang. A szerver szerintem az első 5 perc után már halott volt. Gyakorlatilag aki végignézte az újra dolgozott cinematikot, az már nem jutott be.
már nem kéne. A szemét sem állom. El is felejtettem, hogy én elöltöztetni a segítőnket. Jól emlékszem, vannak olyan kavicsok, igen, amik alatt van lót. És mire kimondtam, addigra meg is találtam. Nézzétek meg egyébként itt a Stonyfield-en az oszlopok milyen menő ki vannak dolgozva. Megtalálom majd őket, akkor megmutatom, csak ne felejtsétek el. VPN-nel fel lehet-e csatlakozni Amcsi szerverre? Nem kell ahhoz VPN-ezni szerintem. Simán átállítod a régiódat. Aztán már megy is. Csak az olyan, hogy akkor az Amcsi szervered lesz. Amcsi szerveren leszel online, szóval valószínűleg az EU sokkal nem fogsz tudni játszani. Black Marsh! Lesznek az oszlopok. Hova rejtették el az oszlopok? Ott lesz Rakan is. Hogy jégnek amúgy ezek a ládikok, ez is jól néz ki. Ezek undeadek, úgyhogy kapják ezt a holy cuccot. Hú, jó sok potionom lett. Karakternál vagyok, ez egy paladin. Kérdés vagyok, hogy az offline kar is Open Battle.net game-nél megoldatnánk azt, hogyha a host kilép, akkor a többinél elmáncsak. Host kilép. Offline csak egyedül tudsz játszani, Bél. Offline nincsenek lobbik, nem lehet lanozni. Ha erre gondolsz. Vagy mire gondolsz, Blend? Blend? Bél. HP lopás. Na, itt vannak az oszlopok. Majd ha megvillámozzuk őket. Milyen jó lesz. Jó. Megijedtem. Yeah.
más, mármint a kari helyben tárol, és úgy az a... Nem hallottam még erről az Open Battle-netről. Ez az Open Battle-net, ez hogy működött? Vagy hogy működik? Ezt oda tudjuk amúgy adni neki? Ó. I'll put that to good use. Mindset 36. És az undeadekre még többet tudunk csapni vele. Szervusz, Irákusz! A potiont azt lopjuk. Most kéne valami barlangot keresnünk, ha minden igaz. Úgy tudjuk aktiválni a kavicsokat. Rezi, Lighting Rezi. Torn. Ez a torn amúgy biztos menő. Nem fa kell, abban van a tekercs. Igen, csak először át kell menni arra a területre. És ez a terület pedig a barlangon keresztül érhető el. A fa, a fára egyébként jól emlékszel. Hát akkor valószínűleg az a barlang kell, ami ott van jobbra. Átvertek, Reni. Üdvít mindenkinek, srácok. Jó fura most ez a... térkép. Valószínűleg amúgy ez kell nekünk. Igen, igen, barlangon keresztül kell menni. És ott érdemes felvenni majd a... az Underground Passage második szintjén lehet majd kijönni, és harmadik szintje is van ennek a barlangnak, hogyha jól rémlik. A másodikon lehet kimenni. És ott majd fel kell venni a waypointot, hogy ne legyen szívás még egyszer átmenni a barlangon. Daniel, nagyon-nagyon szépen köszön a negyedik hónap támogatást, néked is. Újra itt köztünk. Regenek, srácok, azok a bizonyos szvegek Danielnek. Imélyetek a csetet. Ez a Might Aura húzás amúgy jó lesz, nem? Nagyon szépen köszönöm neked is. Ergessétek Mikinek is, srácok, a szfejeket. Hát igen, ez most ilyen rendkívüli alkalom. Abban a szempontból is rendkívüli, hogy nem tudunk online játszani.
megtergetem én, srácok. Ez kell egyszer Danielnek. És kell egyszer Mikinek. Nagyon szépen köszönöm a 49 hónap töretlen támogatásodat ennek. Két cuccat is kaptunk. Hát itt le kell backfeljem. Rating 25, aha. Ezt így el is adjuk. Gyerekkori nagy kedvenc? nekem is egyébként. Neo. Ez a Spear, ez nem biztos, hogy kell nekünk. De a Paladinhoz. Jól sejtem, srácok, hogy ez a Paladin inkább ilyen support karakter? A skill fight nézegetve? Nem? Nem support? Én nekem nagyon annak tűnt. Akkor bocsánat, rosszul fogalmaztam, úgy értettem, hogy a Paladin az a fajta karakter, aki nem a sebzéséről híres. Basszus, hát ez a Spear, ez tényleg sok helyet foglal. Egy energy. Varázsolni is képes, aha. Képes harcos, se nem barbár, se nem varázsló. Inkább tankszerű, de az auráival kicsit support is, sebzése is van. Oké. Okay. Valószínűleg amiatt érzem ezt, mert még az elején vagyunk. Inkább komplexebb. Egy varázslat, egy NPC és percsapulás, aha. Meg fogtok lepődni, a barbár, ami a support. Hát ez a Diablo 3-ba is support, nem? Elvis magasabb Greater Rift-eken. I can't carry any. Fel lehet update-elni az eredeti játékot, vagy a remastert meg kell venni? A remastert meg kell venni. Meg kell venni. Jaja, ez még az eleje. Csak például a druidánál itt már egy csomó képesség volt, csomó látványos képesség, itt a paladinnál meg annyira nincs. Főleg azért, mert ugye egy helyet már is lefoglal az auránk. Igen, sárga üzenet az már van egy órája. Azt írták, hogy megpróbálják megcélozni a következő fél órát, de hát ez már nem jött össze neki. I am overburdened.
Hammer Dimpala a legnagyobb damage kiosztó a képességei közön. És annak, annak milyen neve annak a képességnek? Ugye megnézem, hogy... Ó, ez a Blast Hammer lesz. Aha, 18-as szint. Na, a Darkwood az, ahova át kellett jönnünk, hogy fát keressünk. És a fában lesz a tekercs. De vannak halva a szerverek? A Diablo 2 szerverek be vannak halva. Ops, azt hiszem... Merjünk, miért nem látszódik bal fölül a társam, srácok? Ez valami bug? Most, mondjuk most már értem, hogy miért nem látszódik, mert meghalt. De az előbb még nem volt halott. Amúgy hazamegyem. Miért egy hit mindenki? Mert szuper erős vagyok. Nekem működik. Jó offline-ba akar játszani, azt tud offline-ba játszani. Ezt nem akartam. Tehát a Diablo 2 szerverek vannak lehalva, attól még offline-ba lehet nyomni és kacok. Megy a Might. Eltűnt a haverom karaktere, a szerver hiba után kezdjünk aggódni. Igen, emiatt panaszkodtak mások is. Lehet, hogy el is kéne engedni azt, hogy egyáltalán online játszok így a mai nap. Good evening. Tudod, hogy ez lesz? Én nem tudtam, én csak... engem csak nem lep meg. A régi diablósok nem tudnak együtt játszani a Resurrected playerekkel, viszont a régi karaktereidet tudod játszani a Resurrectedben. Azért nem tudsz együtt játszani a... Azért nem tud együtt játszani a Resurrected a Diablo 2-vel, mert a offline módja nincs a játéknak. Mert hogy van offline módja, csak offline lanos módja nincs a játéknak. És a Battle.net-es szerverek, azok meg külön vannak a Resurrectednek, meg a sima Diablo 2-nek is. Igen, igen. Diablo 2 még egyik azoknak a játékoknak, amiknél máshogy működik a dolog. Diablo 2 az nem launcheres, az nem Battle.net launcheres például. Köszi szépen, Áron. Úgyhogy sajnos nem tud együtt játszani Resurrected-es meg sima Diablo-s. Játékos. Igen, ez most offline. Hát inkább azt nézzétek, hogy
paladinozok, mint azt, hogy várunk a... Nézegetjük azt, hogy creating a game. Valahogy ez izgalmasabb. Vagyis legalábbis így gondolom. Úgy valószínűleg jó a fegyverem, meg jót tesz ez a májtos aura a sebzésemnek. Ha többen jönnek, akkor nyilván jobban fog majd fájni a dolog. Milyen pala leszek? Nem néztem bildet, hogy őszinte legyek meg az online karakteremnél sokkal. Csak úgy teszek erre-arra, aztán ha nem jól alakulnak a dolgok, akkor majd... Au. Jaj, megy a rezet. Chevrolet Impala. Jaj, Judgment. Fast. Ez 4-től 7-ig, az 1-től 6-ig, de valószínűleg nem azt kell nézni. Attack rating 16, ez meg 50. Hát nem tudom, nekem ezzel valahogy jobbnak tűnik. I can't use that yet. Ja? Miért nem tudod? Ja, mert hogy nem 6-os szintű még az emberünk. Jó, hát majd tudod használni egyszer csak. This tree bristles with magic. Itt egy zanzásított fej. Valaki esetleg tudja így a lore-ból, hogy mi a különbség a fallenek és a kárberek között? Azon kívül, hogy az egyik piros, a másik pedig kék. Tehát, hogy ők még miért lettek kékek? Erősebbek. Ja, csak... Most ilyen lóros dologra gondoltam, hogy mit tudom én. Tudom. Az ős Carver befestette magát kékre, és így a gyerekei is kékek lettek. Vagy ennyire nincs kidolgozva a Diablónak a lórja. Szerintem nincs ilyen mélye, aha. Ja, a Fallennek a démonok csicskája a piramis legalján vannak, aha. Akkor ők valószínűleg csak jobbak a Fallenneknél, azt ennyi. Ha? Elkezdett ilyen fagyos nyilat nyomni a karakterem. Na, sejtettem, hogy valószínűleg most már szintet lépett. I can't use that. Addig nem tudja, mert nem is azt akartam. Fire damage, poison damage. Hú, hát meg nem mondom most, melyik a jobb. Amúgy ez jobbnak tűnik. I'll put that to good use. Már csak a range miatt is, hogy 4 és 7 között sebez. Értem.
all res is shield. Jóval megyünk akkor haza. Északi mediterrán variánsok is lehetnek, igen. A jeges vidéket bírták jobban. Megkülönbözteti itt a démonokat a bőrszínek alapján. A Carverek a Fallen faj egyik specifikációja. Jó. Ők jártasabbak a mágiába. Amúgy vannak azt hiszem ilyen fekete Fallenek is, nem? Legalábbis nekem rémlik, bár az lehet, hogy csak Nightmare-en vagy Hell-en. Nem? Jó rém? Sárgák. Tényleg sárgák is vannak. Na végre. Most akkor ezt fel lehet olvasni? Lehet. Andarian előtt már feketék vannak? Ó. A Battle.net is már off-os lett, komolyan geres kopasz. Hát... aki most bent van offline-ban, tehát annak se javaslom, hogy újraindítsa a játékot, mert hogy... egy srácok. Nekem azt írta ki... A játék, hogy 30 napja nem voltam online, úgyhogy... nem fog beengedni. Menő vagy menő? Milyen a játék? Nagyon jó. Nagyon jó. Ja, most indítják újra a szerókat? Nocsak. Ott lángol valami. Halott rugó. Kellett 2 óra annak a szerveresinek. Olyan menő ez a fagyasztó lövés, ahogy a fagyott enemiből, vagy a fagyos lövésből vizes lesz. Nagyon menő. Amúgy ezek undeadek. Mármint, hogy vannak démonok ide. Hú, ott van, Griswold. Griswold undead, úgyhogy... húha, nem nagyon fáj neki. Húha. Mondta a Robi. Szia, Jimmy, várunk a lobbyba, a barátok nem lesz szokás szerint, minden jól indul a Blizzard-eknál. Hát igen.
csak azt se tudjátok csinálni, hogy akkor offline együtt játszotok, már nincs rá lehetőség. Tartás, Rudi, és köszi szépen a támogatást, immáron 6. hónapja. Köszi szépen a pergetéseket, srácok. Itt vannak az elitek. Szépen borulnak. Ezt azért meg kell vallani. Milyen durva kinézetet kapott Virtlába? Ez nem csontos volt? Ez nem egy csont volt, srácok. Ez mindig is egy falán volt? Ha. Most... Van olyan könnyítés az aranyjal kapcsolatban, hogy automatán felveszik a lábbal? Nekem ez egy csontra. Nekem ez csont volt. A lába volt? Nekem valamiért tényleg egy csont darab rémlik. Ez most meglepett. Mondjuk amúgy logikus. Abszolút logikus. You have risked your life to rescue him. Ezt a crossbow-t gondolom nem lehet odaadni a csajszínek. I can't use that. Gondoltam. Greetings. Én, aki nem is a játékot, miért akar mindenki online játszani? Online vannak például jobb páncélokat, doboládák, vagy mi azok a... Azért akarnak az emberek online játszani. Mert akkor tudnak másokkal együtt játszani, haverokkal meg ilyenek. Ja, tényleg ide raktam be ezt a baltát, meg azt hittem eladtam. Gyorsan lehet fejlődni. Ja, tényleg meg lehetne nézni old school nézetben. Na, majd mindjárt hazamegyünk. Mindjárt hazamegyünk, aztán megnézzük. Igen, csapatba lehet nyomni, mint a WoW-ba is például. Nem? G. Tényleg. Ez egy faláb. Ja, hogy ti nem látjátok. Diablo 2 ma is megállja a helyét, hát... Max, aki nyomatja a ladderezést annak. Egyébként nem hiszem.
Poe izgalmasabb. Aki Diablo 2-es élményre vágyik, annak ott van a Poe. Ott vannak a ligák. Jól emlékszem, ligáknak hívják. Általában jön valami új dolog. Ez a rablós liga is nagyon király volt. Hát igen, a Poe egy nagyon komplex játék. Mi ez a pál? A pápa pizzája. Persze a Grim Dawn se rossz, csak ha valakinek ez a fajta RPG stílus jön be, ami a Diablo 2 is képvisel, akkor azoknak ott a Poe. Poe ingyenes a PC-n, aha. Ingyenes, de hát hogy mondjam nektek, nem túl kezdőbarát. Fél órás karbantartás is van most? Hát akkor meg pláne jó, hogy nem léptünk ki. Klasszikus Diablo 2, ez van Path of Diablo mod online is, ami kicsit átalakítja a játék mellett, ajánlom a Poe hívőt, mégis átélnék a hasonló mechanikát a Diablós univerzumban. Ó, ezt nem tudtam, köszi az Infotex CD. Mennyivel szebb, mint 800x600-ban volt. De most figyelj, ha nem nézed meg, hogy milyen most 800x600-ban, akkor azt fogod mondani, hogy ez régebben is ilyen szép volt. Mert az emlékek azok megszépítik. De hát igen. Így valóban. Csúnyácska. Izény szalos CRT monitoron is szél. Persze. Az helyzet, hogy a Blizzard okkal a kettőt remastereltette, és nem az egyet. Úgyhogy valószínűleg az egyből nem nagyon lesz remaster. Nem, itt nem a nő molesztáláshoz van köze a dolgoknak. Hanem ez a Diablo a menőbb. Szerinted lesz? Én félek, hogy ott a jogok miatt nem lesz. Meg amiatt sem, mert nem olyan népszerű. Például a Warcraftból is miért pont a 3-ból lett remaster, ugye? Arra a 3 volt a legmenőbb.
Ja, hát viszonylag rövid egyébként, igen, a Diablo 1. A tornyot kell most megkeresnünk. Mihez képest rövid? Hát a kettőhöz képest. Szevasz, Inju, szevasztok, srácok. Emlékszem, az osztályomban egy csomóan a D1 miatt lepítették a Wink-láncszonatot, mert nem futott DOS alatt. Sziasztok, ilyenkor érzem igazán, ilyen öreg vagyok, zárójel 35. Nem vagy öreg. This tower shall be cleansed of evil. Az a helyzet. Na, itt már sárgák vannak. Nosztalgia. Jó kis nosztalgiázás. Vannak az anzásított helyek. 31 az még fiatal. Még zsenge vagy. Hol van a segítőm? Akkor fogom igazán megszívni, skacok, hogyha olyan elemivel találkozok, vagy olyan elittel találkozok, aki robban. Na, nekem sem megy az online mód sajnos. Most meg pláne nem, mert karbantartás van. Ujjjj, ez nem néz ki jól. Azt arat, nézzétek milyen jól vannak dolgozva. I am overburdened. Nem tudtam most már mutatni, de nagyon jól néznek ki ezek a kis szellemizék. Egyébként a hullájuk is jól néz ki. Nem tudod, lehet-e majd patchelni a játékot? Patchelni? Ó, nem tudom, mire gondolsz a patchelés alatt. Modolni? Hát... Hát... Lizá nem nagyon szeretné ilyen modolásokat szerintem. Erre próbáltak utalni a Warcraft 3-nál is. De nem vágom. Egyelőre nem lehet, de lehet, hogy majd lehet, aha. Várjatok. Vannak. De jól néznek. Jaj. Ugi. Megölte az emberemet. Magyar szinkron is van a Diablo 2-höz. Ja, amúgy van magyarítás. Hát ez egy jó kérdés, kacok.
Komolyan van magyar szinkron? Én szerintem nem magyar szinkronnal játszottam újra. Meghalt az online szekció? Miért élt valamikor egyébként? Az online rész az kb. 30 perc alatt. Ja. Srácok, én az eleje óta nem jutottam be, úgyhogy számomra nem is volt még. Nekem nem is volt még online. Ja, mondjuk én azon emberek közé tartozom, aki megnézte a cinematikot. És 02-kor, tehát 17 óra 02-kor indítottam el a játékot. Hát, de most a lehalás az, az úgy, azt úgy értik Bél, hogy karbantartás van, tehát hogy az nagyobb szívás, hogy karbantartás van. Nincs sem, hogy lehal. Tehát, hogy nem megy. Neki meddig, tehát hát... Random. Ilyesen sem megy az online? Holnapra már jó lesz, srácok. Annak szívás, aki emiatt kibet szabít. Nagyon érződik egyébként, hogy nincs itt a kis haverom. Elnyomunk egy hármast, itt pedig F2-vel ütjük. Ez azért így jobb volt. Good to see you. Ó, ennyire el akarsz merülni a nosztalgiába, Xibi? Yes. A Lost Ark-ot nem... A Lost Ark-ot, ha jól emlékszem, elhalasztották. Lightning Rezi miatt lehet megérte volna megtartani. Hát én rengeteget csapattam ezt a játékot lamba. Pont azért nem játszok a Diablo 2-vel, félek elrontaná a nosztalgiát. Nekem nem rontott el. Pedig én... Ajaj. Pedig én... Az alappal játszottam másfél vagy két éve. Ez a gond így meg fog halni. Már meg is halt. Sztánolós képességgel kéne nyomni. Hát az a helyzet...
fordulat szel, hogy szélesen rányomnék a Time Out gombra, de az idően, hogy nem működik most az. Úgyhogy ez csak egy szóbeli elnyebelnye. Ezeket a rúnákat hogy kell használni, srácok? Mármint, hogy megvan az, hogy a paladinnak mondjuk csak az ETH, meg ilyenek, vagy ezek hogy B-buildenként más? Meg kell rakni őket a szlopba. Szóval kis sorba úgy kell berakni majd azt a fogba. Oké. Az helyzet 15-ös szint. Vagy 13-as, úgyhogy ez még egy kicsit ott van. Szóval kedve lehet éleszteni a runaszokat, hogy csinálsz, akkor valószínűleg. Ha? Na majd azt nyugodtan megmondhatjátok, hogy miért érdemes csinálnom. Nézzétek milyen menő. Esnek 3-4 szokást, és azokat érdemes eltenni. Aha. -39 fokos láza, a gép előtt aludtam el játék közben, és a betakart anyukám egy takaróval, amikor kicsi voltam. Az de durva. Pál LTA, 2 lukas, nem Magic Rare Armor van. Stat? Ez mit tud? Neve alapján se tudom, hogy mit tud, de azért rákérdezek. Csak egy tarrónak kéne. Itt el-et 3 lyukas fegyóba. Oké, és akkor majd a lyukas fegyókat kell keresnünk. Persze, persze, nyugodtan, Xibi. Jól van, Szen, köszi, hogy itt voltál, szép napot, szép estét. Az nem jó. Leteltünk. És ők már devil ki meg egyébként a sárga fólenek. Ítélet, wow, és amúgy tényleg ítélet. És ez tényleg ítélet. Jól néz ki egyébként a karakterünk. Akkor ezek szerint a Diablo 1, ha jól rémlik, az olyan volt, hogy nem látszódott a karakteren a gírünk, talán csak a fegyver. De akkor ezek szerint a Diablo 2-be jött be ez, hogy már látszódik az item a karakterünkön. Ez durva, hogy én már a gyerekeimmel játszottam ezt újra végig most a nyáron. Hát igen, az durva. Jó kis nosztalgia lehetett az. 3 különböző kinézet volt, igen?
Na jó, itt akkor vissza kell mennünk, csak kéne keresni egy waypointot. Akkor. Diablo 1-ben volt a bőrvértes harcos, a láncinges és a teljes vértes. Aha. Egyben volt három fajta megjelenítése. Aha. Az rémlet, hogy ott annyira nem látszódtak az itemek. Szabad bér, várjál, adok permitet, de hogyha a timeout-ol nem tudtam, akkor valószínűleg permitet se tudok adni. Nem, sajnos nem megy a csatam, úgyhogy ne haragudj. Ha van moderátor, akkor majd ad neked permitet, de... Vagy beszéld meg valamelyik feliratkozóval, hogy linkelje be neked. De nem megy a csatam. Mármint, hogy nem, hiába írok be bármit a csatra, nem működik. Oradrik Manus. Biztos a chat is a Blizzard szerokra megy. Nagyon gonoszak vagytok. Kell tovább mennünk. Csajszínak adni kéne amúgy majd valami felszerelést. Kicsit tovább éri az elemi ütlegelését. És ez mondjuk jó is lesz neki. Ha-hó, lovacska, ha-hó. Ezek nem lesznek jók. De lehet, hogy kéne tanulni egy új képességet. Köszi, lovacska. Meg már azt hittem, hogy te ilyen nagy... Diablo 2 fan vagy, hogy nem tudod, hogy mit akar linkelni bél. Jött a teljes game? Persze, ma 5 órakor. Azért csapatjuk. Ez ilyen visszatérő mágus volt. Szerintem jó fele járunk. Even the light cannot pierce this gloom. Menő néz ki amúgy ez a rész is. Ez a barak. Legalábbis én mindig baraknak tartottam ezt a részt. A barakkosnak. I'll put that to good use. Ja, hogy rajta jobb cucc volt, mint rajtam. Van 472. Ja, hogy ez a durability-e. Úristen, srácok, hát én eddig a durability-t néztem sebzés helyett. Van baj. Van baj. Semmi gond.
Megvettem nyári melóból a dobozosat kieggel annó, szóval kicsit fan voltam, de a sok száz óra bálrán után egy kicsit uncsra. Főleg, hogyha egyedül a csapatban. Azért nem tudtam ráunni egyszerűen, mert csapatban. Lanozás közben egyszerűen nem lehetett ráunni. Volt, hogy egész szombatok elmentek diablózásival. Erről, hogy nem fut semmi a gépemben, hiába jelennek meg a jó játékok, amúgy hali mindenki. Ja, hát figyelj, Imi. Nvidia, vagy mi az, GeForce Now-ra fizess elő, és akkor tudsz játszani a legújabb játékkal. Az opció, nem? Azt hiszem CD a közösségben az, aki nagy GeForce-nál használó, szóval ő el tudja mondani, hogy nem beszélek hülyeséget. Barak, ez tényleg barak. Ja, igen, amúgy Blizzard játékok azok nincsenek. Paterodnál tartod Lanon? Az csak online lehetett, szólóba értelmetlen. Hát én lanoztam, nem online-oztam. Úgyhogy nekem ezek a build-ek, hogy mit tudom én, ilyen... Javelin-es akármi, vagy Amazon, meg ilyenek, ezeket azért nem vágom, mert hogy sosem néztem ezeknek utána az interneten. Fehér cuccokat, vagy szürke cuccokat kéne találni, mert azok ilyen szoketesek, nem? Srácok. Megyünk közben. Nem, még karbantartják a szervereket, srácok. Szürke a szem, gyenge? Ja, azt hittem, hogy az az, ami szoketes. Ilyen tele szoketesek, szürkék. Aha, akkor jó. Akkor jó a rémlet mégiscsak. De ja, van más is, ami szürke. Akkor ennél érdemes lenne olyan jogart venni? Arra gondolsz a palabot alatt? Ceterális szürke. Ja tényleg, aha. Meg van, hogy mi az ether elközve. Az az, amit nem lehet javítani. Vágom. Az eterát nem lehet javítani, aha. Akkor jó rém lett. Tetszik amúgy, hogy itt a ládákat... Azt de menő! Hát igen. Én sose gondoltam volna, hogy az ott egy kóponya. Tehát srácok, az ott egy olyan kóponya, amin átmegy egy kard.
Ez elég durva. Ez elég durva. Ezt a bácsának a példájára csinálták? Fresh meat. Ma 5 órakor jelent meg. Good evening. Hello. Sokaknak egyébként a stamina buff az, ami meglepetéseket okozott, vagy az nem egy ilyen X, egy mozgó X, vagy nem tudom valami, hanem az egy láb, vagy egy cipő szárnyakkal. Nézzük. Hát ez sajnos ember áll. Ez csak Kovács, igen. Olyan Butcher feelingje volt. Az is a barakban volt. Ó, és itt van. Én először, amikor megláttam, azt hittem angyalka, de aztán rájöttem hamar, hogy egy cipő. Ja igen, én is a angyalkának hittem. Úgyhogy megy a szerver, mert nem léptem ki. Úgy megy. GL level 2 van a waypoint, ugye, skacok? Szóval, ja, nem megy a szerver karbantartásra. Level 1-en van? Azt hiszem level 2-ből lesz. Hát akkor ez rossz felé van. Az a jó, hogy ezeket az erősebb szörnyeket simán nagyon tudom csapni úgy, hogy csak benyomom ezt a szánalós képességet. Ez iszonyatosan nagy csalás azért. Valljuk be őszintén. De gondolom ti online játszottatok, nem Zsozsó? Ezt egy kicsit lekicsinyítették. Olyan nagynak tűnik a kézben. Ilyen termel eredetileg az általános Warhammer látszik. Aha. Good morning. És ezzel kaptuk meg az Imbiót. Ezt most én nem akarom semmire se elhasználni. Kiadja a következő küldetés, vagy csak random megkapom? Mennek a szerverek? Komolyan? Most nem tudunk belépni, akkor nekem már ennyi elég is volt. Most éppen konnektációk vannak a Battle.net-re, és kéri, hogy 30 napja nem voltam online. Ja, nem, most nem azért mondom, mert megszivattál. Hanem, hogyha most tényleg nem fog menni, akkor
Tényleg ennyi volt. Meg amúgy is mindjárt. Amúgy is mindjárt befejezem, skacok. Még egy pár percig nyomjuk, azt csókolom. Na nézzük, lesz szerencsénk. Úristen. Majdnem 3 órát kellett várni. Bent vagyunk. Bent vagyunk. Úristen. Úristen. Köszi szépen az infót. Druida bizony jól néz ki. Igen, igen. Szerintem a druida az egyik leglátványosabb. Meg azok a karakterek, vagy azok a klasszok, akik tudnak varázsolni, azok már nagyon durván látszódik. Egy óra jelent vadállat, hogy mivel menj. Hát amikor bejelentették, hogy lesz a Resurrected, én attól a pillanattól egészen a tegnapi napig nem tudtam, hogy mit kezdjek. A sorci már egyébként a karakter kreálóba is jól néz ki. Mi a Diablo 2 endgame kontentje? Én úgy tudom, hogy a boss ölögetések. Nem? Igen, igen, Bicska G, nagyon jó munkát végeztek azok, akik ezen a Resurrected-en dolgoztak. Hát sorc is staffot kaptunk. A Firestorm már önmagában egyébként egy nagyon jó képesség. Megpróbálom majd nektek megmutatni, hogy hogy néz ki a kígyó. Tök jól néz ki ezekkel az indákkal. Megyünk gyorsan. So, this is where evil hides. Mit tud ez a kis úrabél? Ez a zene? Én vagyok Hulk, szerintem.
amúgy simán lehet, hogy... Ja. Igen, ma jött kis kacok. Menjünk a földre, és ilyen föld megnyírogatások lesznek, repedések, és úgy sebez. Nem nyomok semmilyen buildet. Csak úgy pakolom a képességeket. Tudom, ez ilyen berándító lehet. Ezt nézzétek meg. Ugye ez a képesség, így nézett ki. És most pedig ilyen. Jó kis Firestorm. Szépen kapják a sebzést. Tetszenek a zombi hangok. Régen olvastam egy cikket, hogy ebből az újított változatot szinte lehetetlen csinálni, mert elvesznek a textúrája a játéknak eredetesség. Hát vicceltek. Tizenkét ütést bír a holló. Szépen mű a sebzése a kergyónak. Wow, fire damage a 3 hétről 7-10-re nő. Legalább én úgy olvastam, amikor Diablo 2 remastert akartak, és azért inkább újra csináltak a teljes játékot, mint egy régi remastereljék. Én nem vágom a skacok.
nincsen staminás potionom. Szia, Remedy! Én szerencsére nem. Szépen beállt oda a sarokba. Na, sikerült. Elsőre sikerült, skaca. Is that all of them? Ez most online karakter. Ez most online. De offline-nál már eljutottunk a 10-akárhányos szintünk. 12-13. A különbség? Hát, hogy online-ba tudsz másokkal játszani, offline-ba pedig csak magad. Meg offline-ba tudsz a régi mentéseiddel is játszani. A Diablo 2 Mediant azt ki akartam próbálni, miután végigjátszottam a játékot. Jaj. Ja, igen, online-ban meg cross progression van, szóval tudod folytatni a játékot, amit PC-n elkezdtél, mondjuk konzolon. Csak ha jól tudom, konzolra is meg kell venned ugyanúgy a játékot. Így van, online-nál a szerveren van a mentésed. A karaktered, úgymond. Offline karakterre nem tudsz multizni. Látom ott a fissúr. Ez a Grizzly, ez menő volt. Na jó, srácok. Ha bánjátok, ha nem bánjátok. Én mára ennyi láttam volna. Nyomadtuk egy kicsit a kenet. Megnéztük, hogy milyen. Jó cucc. Nekem nagyon bejött. És hát itt eldiablózgattunk. Sajnálom egyébként, hogy már az elején... Nem tudtuk az online módot nyomni, de reméljük, hogy holnap délután nem lesz ezzel gond. Holnap folytatódik a diablózás. Méghozzá... Hát egyából 10 óra tájéken. Meg fogjuk nézni az Epic adta ingyenes játékot. Még holnap a stream elején, nagyjából 9 óra körül az Escapistet. És 10-11 körül pedig folytatódnak Lajos kalandjai. Akire azt írja amúgy, hogy level 1-es, pedig nem. Lehet, hogy már nem jók a szerverek? Hát majd kiderül.
Hát... Nem vagyok fáradt, csak... Nem akarok már tovább lenni, skacok. Ha belépek, akkor jól írja? Hát, ha beenged, szerintem megint lehaltak a szerók. De nem baj, mert nem akartam annyira nyomni. Ja. Azt mondja, nem is találja a szerveren a karakteremet. Mindegy. Úgyis holnap indul az igazi móka. Holnap fogunk online-ozni. Remélhetőleg nem lesz gond. Úgyhogy, hát nagyon szépen köszönöm, srácok, hogy így velem tartottatok a Diablo 2 alatt, meg a Kenna alatt is. Jó volt egy kicsit nosztalgiázni. Holnap folytatódik a nosztalgia vonat. Örülök, hogy ennyien itt voltatok, és jókat dumáltunk. Köszi még egyszer, skacok. Holnap legkésőbb 10-kor találkozunk. Köszi. Sziasztok, srácok. Szép estét.